Ezeket a képeket nyáron készítettük, amikor a Felső Tisza második legnagyobb árvízi tározójának a Beregi Árapasztónak ellenőrzését próbáját tartotta a vízügyi igazgatóság. A Szamos Kraszna közi és ez a tározó nyújtja a legnagyobb védettséget egy esetleges árvízzel szemben. A két komplexum üzemképes és ezáltal jelentősen javult az árvízi biztonság megyénkben is. Emelte ki Bodnár Gáspár igazgató az ár- és belvízvédelmi rendszerek őszi felülvizsgálatának zárószakmai értekezletén. Hozzátette 2017-ben folytatódnak a töltésfejlesztések az új mérték a duárvis szinteknek megfelelően. Az igazgatóság idén új feladatot is kapott, amint egy 2200 km hosszú társulati csatornák megújítása, karbantartása a vízügyhöz került. Csatornákat újítottak fel, és új szivattyú telepeket is létesítettek új feladatot adott az a helyzet, hogy a vízhiányok miatt szárazon álló tározóknak a letakarítását is el kellett végeznünk. Ehhez szerencsére új erőforrásokat is kaptunk, korszerű nagy teljesítményű fenntartógépeket állítottunk üzembe, kaszálógépek, traktorok, erőgépek, kotrógépek, illetve folyamatosan 2000 főt foglalkoztattunk a rendszerek karbantartásán a közfoglalkoztatotti program keretében. A belvizes területeken a szivattyú telepek megújítása napi renden van, emellett a Kálai főfolyás völgyében lévő belvízelvezető rendszer és tározó rendszer is korszerűsödhet. Magyar ukrán közös program indulhat síkvidéki tározók épülhetnek uniós forrásból, a határ mindkét oldalán erről már kormányközi megállapodás is született. A tározóknak nem csak az árvízi védelemben, hanem a vízgazdálkodásban is fontos szerepük van nem csak ár vagy belvízvédelemről van szó, hanem a vízkészletek megfelelő elosztásáról és a vízminőség védelmével is foglalkoznunk kell, hiszen ezek mind, mind naponta jelentenek problémát. Például az idei évben hiába volt csapadékosabb az időjárása megszokotthoz képest, vízkészleteink nem nőttek, gyakorlatilag továbbra is több tározunk szárazonár, és célunk az, hogy ukrán területekről, ha lehetőség van rá, gravitációsan bezessünk át használható vizeket akár a beregi, akár a tiszaszamos közirendszerbe. Itt pedig 20 szakmérnök számítógépen modellezi, tervezi, mi a feladat egy esetleges árvíznél. A Bajai Ötvös József Főiskola szakmérnöki képzését Nyíregyházán az igazgatóság végzi. Az árvízi védekezésben képzett mérnökökre van szükség, akik felkészültek és kellő gyakorlattal bírnak egy árvízi helyzet esetén.